A legsikeresebb hazai klubok között szerepel a gyac judó szakosztálya korosztályos országos bajnokságokon elért helyezések alapján. Az ifjúságiak Cegléden léptek tatamira, ahol közel 60 hazai klub, 266 sportolója indult harcba a címekért. A gyac versenyzői közül aranyérmet szerzett Szili Nóra. Mindenképpen szerettem volna egy érmet szerezni, és ugye a legnagyobb cél ugye a győzelem. Viszont én eddig 57 kilós súlycsoportban versenyeztem, és most ezen a versenyen egyel feljebb 63-ba indultam, tehát ez is egy úgymond új kihívás volt, hogy akkor ebbe a súlycsoportba is tudok-e jó eredményeket elérni, és hát ez sikerült, úgyhogy nagyon örültem. Ugyancsak első helyen zárt Sipőc Rihárd, akinek a Győr-Szent Iváni junior és serdülő OB-ról is van egy aranyérme. Sipőc a jövő évi EIOF-on is első helyre esélyes. Most véget ért itt a idei versenyszezon, úgyhogy most nekiálltunk készülni a jövő évi kvalifikációs versenyekre, a jövőre EIOF, LB, VB, és ezekre kell egy megfelelő felkészültségi fokot biztosítani. Nemrég szerződött Győrbe Kardos Tímea, ő korábban ifjúsági EB-n volt ötödik helyezett is, most az IFIK között országos bajnokságot nyert. Én most nemrég jöttem ide Győrbe, igen, Tatabányáról, de most jó, nekem itt most jó Győrbe, jól is érzem magam, meg jók is az edzések, úgyhogy most minden rendben van. Vida András az IFIK mezőnyében aranyérmes lett, míg az idősebb korosztályban a dobogó harmadik fokára állhatott fel, ő is komoly tervekkel várja a következő éveket. Szeretnék kijutni olimpiára, hanem 20-asra, akkor 24-esre, meg világbajnokságra. A győri klub által rendezett ifi és serdülő országos bajnokságon Inotai Péter ezüstérmes lett, a versenyzőket Gyimes Nikolett és Hatos Zsuzsanna készítette fel.